Az elmúlt évtizedekig úgy gondoltuk, hogy az ő születési helye nem más, mint Szent Márton hegye, a mai Pannonhalma. Már tudjuk, hogy valójában Szavária mellett, tehát a mai Szombathely mellett született. Minden esetre nagyon fontos a szemével kapcsolatban, hogy egy ízig vérig pannoniai szentnek tekinthető, még akkor is, ha Szent Márton Franciaország védőszentje. Az életrajzának bizonyos elemei meghatározzák a mai vagy egykor élt kultuszát is. Talán legismertebb ábrázolása szerint, amikor egy lovas katonát látunk, aki kardjával ketté hasítja köpenyét, vagy leveti köpenyét. A hagyomány szerint ő 18 évesen, mint katona, már annyira elsajátította, illetve ízig-vérig keresztény erkölcsök szerint élt, hogy függetlenül a római katonai tisztségétől ő a szegényeket, az elesetteket így is segítette. Ez a legismertebb ábrázolás, tehát képeken, szobrokon, amikor így látjuk ezt a köpenyes katonát. A hagyomány szerint ő már annak ellenére, hogy az édesapja fontos tisztséget töltött be a római birodalomban, illetve Pannonia provinciában, önként lett 15 éves korában keresztény, meg akart ismerkedni a keresztény tanokkal, egészen addig, hogy lemondott katonai szolgálatáról, karrieréről, és remeteséget vállalt. Életének ez a momentuma, az alapja a még ma is ismert Szent Márton ludja, vagy Szent Márton libája, illetve a Szent Márton napon fogyasztani szokott liba, illetve lud vacsoráknak. Ugyanis a hagyomány szerint püspökké akarták választani Toulouse-ban, de ő a feladat elől menekülve a ludak óljába bújt, szerette volna a hagyományos elmélyült remete életet élni, de a ludak gágogása elárult a tartózkodási helyét, így nem tudott kibújni a feladat alól. Tudjuk, hogy az igazság az nem ennyire egyszerű, mint a legenda bármilyen jól hangzik, hiszen egészen a kora újkorig Szent Márton napja a gazdasági évnek a záró napja volt, tehát ezen a napon fejeződtek be hivatalosan a mezőgazdasági munkák. Nagyon sok helyen ilyenkor ért véget a pásztorok szerződtetése, a mezőgazdasági cselédek szerződése, illetve ilyenkor újították meg, és mint ilyen záró és kezdő alkalomkor szokásos, ilyenkor lakomát adtak a gazdák. És hát ugye Közép-Európa természetismerete alapján ennek az egyik alanya az a lud lakoma volt, ugye, amit a mi hiányos biológiai ismereteink most már kevernek a libával, vagy libából van több és ludból kevesebb. De a hagyomány még régebbi, hiszen ez valamikori római ugyanilyen típusú lud lakomából ered. A másik, ami szintén a gazdasági évhez kapcsolódik, hogy ez a lúd vagy liba húsevés, ez mindig együtt jár az újbornak a kóstolásával. Ugye a Szent Márton pohara, vagy Szent Márton áldása, vagy Szent Márton bora néven ismert dolog. Ugye ennek is gazdaság összefüggései vannak, hiszen a szerencsés időben elvégzett szüret után ez az az időpont, amikor már meg lehet és meg illik kóstolni az újbort. Tehát, hogy tetszik, ez egy próba is abból a szempontból, hogy milyen volt az előző év, illetve az az évi termés, milyen bor várható, hiszen ez friss bor, tehát korán sem arról szól, hogy már inni lehet a bort, ez inkább a következő évre való hát képletes vagy tényleges jóslása vonatkozik, és ugye a hagyományaink szerint, amit még legalábbis a borosgazdák tartanak is, aki ilyenkor nem kóstol bort, az a következő évben szomjazni fog.